Határmenti együttműködések, Szlovákiával, Romániával és Ukrajnával közös projekteket valósít meg a megyei önkormányzat 2020-ig, összesen 15 milliárd forint értékben. Rendőrségi mérleg. Mérséklődött a rablások, a lopások és a lakásbetörések száma is tavaly, azonban több volt az emberölés és a személyi sérüléssel végződött közúti baleset. Többet kell majd fizetni. Idén januárban 15%-kal nagyobb volt a lakossági hőfogyasztása tartós hideg miatt, a Nyírtán Fő adatai szerint, mint az elmúlt évek hasonló időszakában. Három határmenti uniós programban is részt vesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Erről határozott ma a megyei közgyűlés. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Így a megye Szlovákiával, Romániával és Ukrajnával közös projekteket valósít meg 2020-ig, összesen 15 milliárd forint értékben. A képviselők elfogadták továbbá az önkormányzat 2017-es költségvetését és a térség kibővített környezetvédelmi programját is. Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetését. Kiegyensúlyozott gazdálkodással, arányos kiadás és bevétel mellett 500 millió forint felett van az idei költségvetési főösszeg, közölte Sesták Oszkár a közgyűlés elnöke. Döntöttek továbbá a megyét érintő határmenti programokról is, így 2020-ig összesen 15 milliárd forint értékű projektek valósulnak majd meg Szlovákiával, Romániával és Ukrajnával közösen. Ezek fő prioritásai az egészségügyi fejlesztések, nyilvánosság biztosítása, marketing és turisztikai beruházások. Az egészségügyhez a román partnerek ragaszkodnak, hiszen nekik a megyei kórházakat a megyei önkormányzatok vették át. Én azt gondolom, hogy nekünk is fontos ez bizonyos szegmensekben, ha nálunk az állami fenntartások, a kórházak, de van olyan tevékenységi kör, amely közösségi célokat szolgál, és a megyék is bekapcsolódhatnak ebbe a tevékenységbe, népegészségügyi programokra gondolok, megerőző szűrő programokra gondolok. A másik pedig ugye adja magát azok a kulturális értékek, amelyek a határmenti térséget jellemzik, közös örökségünk ezek. Az így elérhető turisztikai bevétel komoly gazdasági fejlődés jelent majd az itt élőknek, hangzott el a közgyűlésen. Ezek a kiemelt területek úgynevezett zászlós hajó projektek. A programcsomaggal a közgyűlés tagjai is egyetértettek. Veres János szerint azonban a kiemelt célokon túl további fejlesztéseket is megvalósíthatnának az együttműködő országok. A határmenti együttműködésnél úgy gondolom, hogy nagyon sok kulturális közös programot tudnak megvalósítani a érintett települések, és én abban is reménykedem, hogy ez a bizonyos határmenti program lehetőséget fog arra adni, hogy bizonyos útfejlesztési projektek is bekerüljenek majd a közösen a határ másik oldalán és ezen az oldalon megvalósodó elgondolások között. Ugye jelenleg úgy van korlátozva, hogy a TEN-T hálózathoz vezető utakra lehet pénzt pályázni. Ez lényegében az M3-as autópályát jelenti a mi esetében, mi megyénk esetében. Meghosszabbították a 2010-2016-os évekre vonatkozó megyei környezetvédelmi programot. A feladatokra így 2020-ig fordítanak kiemelt figyelmet. Az egyik legjelentősebb probléma a határon túlról érkező folyók, a Tisza, a Szamos és a Kraszna szennyezettsége. Ennek a megoldására nem mutatkozik a települési önkormányzatok részéről fizikailag anyagi, technikai erőforrásokkal ezt nem tudják megoldani, ezért az illetékes környezetvédelmi miniszter figyelmét hívtuk föl arra, és fogadtunk el egy ilyen közös határozati javaslatot, hogy ezt a problémát valamilyen formában rendezésre kell tárgyává kell tenni, és ennek a technikai, tárgyi és személyi feltételeket meg kell teremteni, mert ennek nem csak környezetvédelmi vonatkozása, hanem turisztikai vonatkozása van, és ráadásul a megyében a turizmus fejlesztése, különösen abban a térségben. A Jobbik frakció vezetője szerint határon innen és túl is kormányzati szinten kell lépéseket tenni a környezet szennyezés megoldása érdekében. Kormányzati kommunikáció és tárgyalási partnerség szükséges, és meg tudjuk oldani, hogyha ezt megoldjuk, akkor méltán válik második prioritásként elfogadhatóvá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés területfejlesztési koncepciójába rögzített turisztikai fejlesztés és turisztikai bevételi forrás lehetősége. Amíg ezt nem tudjuk megoldani, addig csak azzal fogunk küszködni, hogy vajon a sajtó tudomást szerez egy szennyezésről, vagy nem szerez. Szerintem az a jó megoldás, hogyha megakadályozzuk a szennyeződések ideáramlását. A csütörtöki közgyűlésen elfogadott környezetvédelemről szóló határozatot így a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez is eljutatják.
Harmadával csökkent a regisztrált bűncselekmények száma 2016-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megyei rendőrfőkapitány csütörtöki évértékelőjén elmondta, tavaly mérséklődött a rablások, a lopások és a lakásbetörések száma is 2015-höz képest. Azonban több volt az emberölés és a személyi sérüléssel végződött közúti baleset. A tavaly nyáron Oroson történt gyilkosság a 2016-os év egyik legmegdöbbentőbb bűncselekménye volt. A romániai származású orvos az egyik orosi családi házban gyermekei szeme láttára lőtte le volt szeretőjét, a nő férjét pedig életveszélyesen megsebesítette. Az elkövetőt néhány nap múlva Romániában fogták el, kiadatása azonban még évekig elhúzódhat. Többek között erről az ügyről is szót ejtett a megyei rendőrfőkapitány csütörtöki évértékelőjén. Farkas József elmondta, szinte valamennyi bűncselekménytípusban csökkenés volt tapasztalható 2016-ban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a regisztrált bűncselekmények számában és a nyomozási eredményességi mutatókban is javított. 2015 évhez viszonyítva, hiszen most 2016-os esztendőt értékeltük, több mint 31%-kal csökkent a megye területén a regisztrált bűncselekmények száma, és 12.000 alatti számot tudtunk tulajdonképpen rögzíteni. Azért árnyalja a képet, ne felejtsük el, és nem akarok a számok mögé bújni, hogy az elmúlt esztendőben, amikor évértékelő volt 15-nél, volt három olyan ügyünk is, ahol mintegy 3.000 bűncselekmény 15-öt erősítette. De ennek ellenére nyugodtan mondhatom, hogy még így is domináns a bűncselekmény számnak a csökkenése. Javult a megyei rendőrség nyomozási eredményessége is, ami azt méri, mennyi ügyet tudtak váddal befejezni. Ez a mutató tavaly 63%-os volt, és évek óta folyamatosan emelkedik. Farkas József tájékoztatása szerint 2015-höz képest tavaly csökkent a rablások, a lopások, a közterületen elkövetett bűncselekmények és a lakásbetörések száma is, az emberölés viszont több volt. Az elmúlt évben valóban 8-ról 10-re emelkedett az emberöléseknek a száma, amely konkrétan megoszlásában 5 egyenes szándékú emberölést hoz, 3 kísérlet volt és 2 gondatlan, mert hogy ilyen alakzata is van. Természetesen nem tudunk minden emberölést megakadályozni, és ezek jelentős száma nagyon gyakran családi tragédiák, egyéb más dolgok motiválják, ahol a privát szférában pláne más a lehetőségünk. Azonban az egyik legfontosabb, hogy most már második éve 100%-os a felderítési eredményességünk. Tavaly 6%-kal nőtt a személyi sérüléses közúti balesetek száma. 2015-ben 28-an, 2016-ban 30-an haltak meg a megye útjain, így az elmúlt évekhez képest sem javult a statisztika. A megyei rendőrség 2016-ban elvégzett munkáját kiválóra értékelte Papp Károly országos rendőrfőkapitány. Idén januárban 15%-kal nagyobb volt a lakossági hőfogyasztása a tartós hideg miatt a nyírtávhő adatai szerint, mint az elmúlt évek hasonló időszakában. Ezért többet kell majd fizetni is. A nyíregyházi fűtés és melegvíz szolgáltató a 20 éves januári mínusz 1 fokos átlagához tervezett. Ehhez képest a hőmérséklet mínusz 5,5 fok volt. Nyíregyházán 16.000 lakossági fogyasztó van, akiket fűtés és melegvíz szolgáltatással lát el a nyírtávhő. Közülük körülbelül 1.000 fogyasztónak nincs költségosztója a fűtőtesteken. Akinek nincs ilyen mérőeszköze, naptári év szerinti elszámolás alapján fizet többletfogyasztás esetén. Január 1-én leolvasták a tavalyi értékeket, ezt a számlát a következő héten érkező februárival együtt kapják majd meg a felhasználók. Ott, ahol van költségosztó, fűtési időszakot számolnak el, a leolvasásra pedig május 15-én számíthatnak a lakosok, és nyáron küldik a számlát. Melegvíz felhasználást 2-szer számolnak el a nyírtávhőnél januárban és júliusban. Ezt a számlát is a következő héten kapják meg a fogyasztók. Januárban az elmúlt 20 év átlaga, és erre terveztük a január hónapot, az mínusz 1 fok körül volt, tehát 20 év átlaga. Ezzel szemben a tényhőmérséklet mínusz 5,5 fok volt, tehát sokkal hidegebb volt. Ez kb. 15%-kal nagyobb fogyasztást jelent a lakossági fogyasztóinknál. És hát emiatt ugye itt a számla is egy picit majd magasabb lesz. Én azt tudnám erre mondani, hogy azok a lakossági fogyasztóink, akik alacsony előleg számlát választanak, azok talán a következő 2-3 hónapban egy emeltebb összegű számlát kellene, hogy fizessenek, tehát 1-2000 forinttal meg kellene emelni az előleg fizetésüket. Az ügyvezető tájékoztatása szerint erre azért lenne szükség, mert az elszámoláskor így nem lesz a felhasználónak befizetési kötelezettsége. A plusz költségek kifizetésében, ha szükséges, segít a szolgáltató.
alapítványon keresztül szociális támogatás igényelhető, illetve részletfizetési megállapodást tudunk kötni 6 hónapra, azokkal, akik valamilyen oknál fogva késedelembe esnek, ezt minden esetben az ügyfélszolgálatunkon kell kezdeményezni. A szolgáltató ebben az esetben kamatmentesen biztosít pénzügyi segítséget felhasználói számára. Füstmérgezésben halt meg egy gyermek ma délelőtt Balkányban. Egy családi ház egyik szobájában keletkezett tűz, a gyermek pont ott tartózkodott. A lángokat feltehetően a kályhából kipattanó szikra okozhatta, de a tűz keletkezésének pontos okát és körülményeit egyelőre még vizsgálják. A helységben egy gyermek tartózkodott, a 2 felnőtt volt még otthon vele, ők nem sérültek, a gyerek viszont olyan füstmérgezést kapott, hogy a gyors helyszíni ellátás ellenére sem tudták újraéleszteni. Egyébként több helyről érkeztek tűzoltók, így a helyi önkéntesek mellett a szakolyi önkormányzat, illetve Nyíradonyból egy hivatásos egység is vonult a tűzoltáshoz, akik több vízsugárral oltották el a lángokat, és átvizsgálták az épületet, de a gyereken már nem tudtak sem a mentők, sem a tűzoltók segíteni. 2 ráfutásos baleset is történt tegnap késő délután a 4-es számú főúton Székely külterületén. Először 2 gépkocsi ütközött, majd az őket kikerülő 3 autó is egymásba hajtott. A balesetben 3-an könnyebben megsérültek. Történelmi vetélkedőt tartottak Fehérgyarmaton. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Éremért utazik a HEP Kupa 4-es döntőjére a Nyíregyháza Blue Sharks. A kosárlabdázók 2. számú kupa sorozata Győrben zárul. Újpesten kezdi a tavaszi szezont a Nyírbátori futballcsapat. Az egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei NB3-as együttes a 19. fordulóban a fővárosiak 2. csapata ellen lép pályára. Történelmi vetélkedőt tartottak Fehérgyarmaton. Az 1956 Szatmárban című rendezvény sorozat középiskolai csapatversenyének középdöntője szerdán zárult. A megmérettetésen 4 intézményből 6 csapat, összesen 18 diák mérte össze tudását. A döntőt 2 hét múlva Szamosújlakon tartják. Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak. Ez az 1956-os emlékév egyik szlogenje. A fehérgyarmati rendezvényt és vetélkedőt a Szatmári Szellemiség háza szervezte. A megmérettetés célja a történelmi események felidézése, ismeretátadás annak érdekében, hogy az 1956-os forradalom emlékei ne vesszenek feledésbe. Szerettük volna Szatmárba feldolgozni ennek az egész 56 esemény sorozatnak a hátterét, résztvevőit még megszólaltatni lehet. A rendezvény sorozat célja és a programok célja egy ismeret átadás, egy ismeret terjesztés, annak érdekében, hogy ez a forradalom ne oldódjon fel a nép emlékezetébe. A fehérgyarmati történelmi vetélkedőnek helyszínt biztosító iskola vezetője azt mondta, a diákoknak azt is tudniuk kell, hogy elődeik mit tettek 1956-ban. Iskolák jogelődjének tanulói aktívan részt vettek az eseményekben. Nem csak részt vettek, hanem a megtorlásról szóló dokumentumgyűjteményben azt található, hogy a szervezők között voltak találhatóak. Akkor még az intézményt úgy hívták, hogy közgazdasági gimnázium, ugye később már majd 2 az iskola, de hát leginkább gimnáziumnak emlegették akkor is. Október 23-án az elsők között vettek részt a városi felvonuláson, élőkön a kollégistánkban. A Kossuth téren Narga Margit diákunk szavalta el a nemzeti dalt, a vers refrényét a tömeg a szavalóval együtt. A fehérgyarmati megmérettetésen 4 intézményből 6 csapat, összesen 18 diák mérte össze tudását. A döntő Szamosújlakon lesz 2 hét múlva. Éremért utazik a HEP Kupa 4-es döntőjére a Nyíregyháza Blue Sharks. A kosárlabdázók 2. számú kupasorozata Győrben zárul. A kék cápák a pénteki elődöntőben a budapesti tehetséges fiatalok csapata ellen lépnek pályára.
Csütörtöktől szombatig Győr lesz a magyar férfi kosárlabda fővárosa, ugyanis a nyugat-magyarországi városban rendezik meg a Magyar Kupa 8-as és a HEP Kupa 4-es döntőjét. A Nyíregyháza Blue Sharks az alacsonyabb osztályú csapatok számára kiírt sorozatban harcolta ki a fináléba jutást. A Kék Cápák az NB2-es Debrecen, valamint az osztálytárs Eger, Baja és Hódmezővásárhely legyőzésével jutottak el Győrbe. Nyíregyházi férfi csapat még nem szerepelt a HEP Kupa döntőjében. Nagyon izgatott a csapat, és már napokkal ezelőtt mondták nekem, hogy nagyon várják, hogy mikor utazunk, és alig várják, hogy ott lehessünk. Jó lenne azért ezt az izgatottságot egy picit visszafogni, mert ugye tudjuk jól, hogy a motiváltság kell a mérkőzésekhez, de amikor valamit túl koncentrálunk és túl görcsölünk, az nem segít, tehát megfelelőképpen kell kezelnünk ezt a helyzetet. Remélem, hogy azzal, hogy egy nappal hamarabb elmegyünk, és látnak a srácok egy-két mérkőzést, egy picit feloldódnak, és amikor már a komoly tétmérkőzés érkezik számunkra, akkor lazábban, de nagyon keményen és koncentráltan fognak tudni játszani. A Kék Cápák az elődöntőben a korábbi nyíregyházi edző Merin Mehmedovic által irányított tehetséges fiatalok ellen lépnek pályára. A budapesti együttes jelenleg az 5. helyen áll az NB1-B nyugati csoportjában. Nagyon keményen játszanak, illetve azokat a dolgokat, amikben ők igazából gyengébbek, azt megpróbálják kizárni a játékukból, és ők valóban fizikálisan jól felkészítettek, erősek, és ezt próbálják a pályára átvinni, próbálják tördelni az ellenfélnek a támadójátékát. Nekünk meg kell találni az ellenszerét annak, hogy mégis hogyan tudjuk a mi saját játékunkat játszani egy ilyen védekezés ellen is. Örülök annak, hogy a hétvégén a Honvédnál hasonló stílussal találkoztunk, mert remélem, hogy jól fel tudtunk készülni erre a mérkőzésre. Küzdelmes meccs, ezt meg kell küzdenünk érte, de természetesen győzelemért megyünk, és meg szeretnénk verni őket, és szeretnénk döntőt játszani. A döntőt felvezető sajtótájékoztatón Sitko Ernő szakmai igazgató elmondta, hogy újabb támogató kötelezte el magát a klub mellett. Sok összetevője van ennek a döntésnek. Elsősorban Sitko Ernőnek köszönhető, másodszorban a cég vezetésé, nek a gondolkodásában, bekövetkezett változásban, ami arra irányul, hogy igyekszünk támogatni a kiemelkedő sportot űző sportolókat. Ebben vannak anyagiak, tehát pénzbeli támogatás, és minden olyan technikai segítséget megadunk a csapatnak, ami segíti az ő munkájukat és könnyíti az ő felkészülésüket. A Nyíregyháza Blue Sharks tehetséges fiatalok mérkőzés pénteken 11 óra 30-kor kezdődik a győri Audi arénában. A másik ágon az Oroszlány és a Vasas második csapata mérkőzik meg egymással. A vesztesek szombaton 12 óra 30-kor, a győztesek pedig 15 órakor lépnek pályára. Újpesten kezdi a tavaszi szezont a Nyírbátori futballcsapat. Az egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei NB3-as együttes a 19. fordulóban a fővárosiak második csapata ellen lép pályára. A Nyírbátori FC célja a harmadosztályú tagság meghosszabbítása. Nem volt jelentős változás a téli szünetben a Nyírbátori futballcsapatnál. Az már az őszi szezon végén eldőlt, hogy Ambrusz Árpád megbízott edzőből teljes jogú szakvezetővé lép elő, a keretből ketten távoztak, helyükre három új futballista érkezett. Török István és Gál Rihárd pótlására három cigándi játékos szerződtetett a klub. Rossell Robert, Kincel Ervin és az NB1-es múltal is rendelkező Sipos Tamás a vezetők reményei szerint erősítés jelent tavaszra. A bátoriak 6 edzőmeccset játszottak, az ellenfelek között volt NB2-es, NB3-as és megyei első osztályú együttes is. Úgy gondolom, hogy eléggé nyugodt felkészülésünk volt. Most a viszonylag a játékos mozgás is kisebb volt, mint a tavalyi tél folyamán. A lehetőségeink azok maximálisan adottak ahhoz, hogy jól felkészüljünk a tavaszi bajnokságra. Nyilván olyan reményekkel válunk neki, hogy biztosan benn maradjunk. A Nyírbátor a 11. helyen várja a folytatást, tekintve, hogy a másik két csoport végeredményétől függően 5 vagy 6 csapat esik ki a keleti csoportból, minden pontra szüksége van tavasszal Ambrusz Árpád együttesének. A sorsolás úgy alakult, hogy a nagyobb riválisainkhoz a tavaszi folyamán mindenkihez megyünk, és a táblázat első felé helyet foglaló csapatok pedig hazai pályán fogunk küzdeni, tehát mindenki ellen úgymond parázs is fokozott hangulatú mérkőzésekre számítunk. A edzőmérkőzések alapján én úgy gondolom, hogy mindenki ellen győzelmi esélyekkel léphetünk pályára, és nem fogunk senki ellen visszaállni, hanem inkább a támadó futballt részesítjük majd előnyben.
A nyírbátori FC vasárnap 11 órai kezdettel a tabella végén pont nélkül álló Újpest 2 ellen lép pályára. A forduló további párosítása a következő: Jászberény Tája, Tiszaújváros Reac, Salgótarján 60, Monor Rákosmente KSK, ESMTK Hajdúböszörmény, Putnok MTK 2, BKV Előre Kazincbarcika és Debrecen 2, Diósgyőr 2. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Három határmenti uniós programban is részt vesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Erről határozott ma a megyei közgyűlés. Így a megye Szlovákiával, Romániával és Ukrajnával közös projekteket valósít meg 2020-ig, összesen 15 milliárd forint értékben. A képviselők elfogadták továbbá az önkormányzat 2017-es költségvetését és a térség kibővített környezetvédelmi programját is. Harmadával csökkent a regisztrált bűncselekmények száma 2016-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megyei rendőrfőkapitány csütörtöki évértékelőjén elmondta, tavaly mérséklődött a rablások, a lopások és a lakásbetörések száma is 2015-höz képest, azonban több volt az emberölés és a személyi sérüléssel végződött közúti baleset. Idén januárban 15%-kal nagyobb volt a lakossági hőfogyasztása a tartós hideg miatt a nyírtávfő adatai szerint, mint az elmúlt évek hasonló időszakában, ezért többet kell majd fizetni is. A nyíregyházi fűtés és melegvíz szolgáltató a 20 éves januári mínusz 1 fokos átlaghoz tervezett, ehhez képest a hőmérséklet mínusz 5,5 fok volt. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 16-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Kezdetben még anticiklon alakítja időjárásunkat, majd pénteken napközben egy gyenge hidegfront érkezik, az éjjel borult és derült területek egyaránt előfordulhatnak, éjszaka párássá válik a levegő, hószálingózás, ónos szitálás egyaránt előfordulhat, a változó irányú szél gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 7-3 fok között alakul. Holnap napközben borult lesz az ég, párás, ködös idő várható, a délelőtti órákban hószálingózás is lehet, helyenként akár havazásra is lehet számítani. A változó irányú szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 fok körül alakul, fronthatás nincsen térségünkben. Hétvégén csak lassú javulásra számíthatunk, északon többfelé kisüt a nap, de maradnak tartósan felhős ködös területek is térségünkben. A jövő héten tovább csökken a felhőzet, egyre több helyen számíthatunk majd napsütésre, a hét közepéig tovább erősödik a nappali felmelegedés.